Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Nagyon sok információ látott napvilágot a legújabb Ryzen processzorokról, a Ryzen 5 2400G és a Ryzen 3 2200G processzorról. Ugye tudjuk, hogy jönnek, már nagyon közel vannak, a PC World oldalán jelent meg a hír, különféle táblázatokat is látunk, például kiderül belőlük, hogy 2400G szintén 4 mag 8 szálas processzor lesz, turbo szinten 3,9 GHz-en fog menni, nagyon jó fogyasztása, tehát 65 watt, és USA dollárban 169 lesz az árcímke, tehát 169 dollárba fog kerülni, na most ez itthon mindig több valamivel, ebből nem tudjuk kiszámolni azt, hogy majd, ha megjelenik, mennyibe fog kerülni. Remélhetőleg elég jó árérték arányban lesz. És itt van a Ryzen 3 2200G, ami 4 magas, turbo szinten 3,7 GHz-en megy. Szintén 65 watt és gyakorlatilag 99 dollárba. Valahol talán felveszi majd a Ryzen 3200-nak az árát. Talán előbb-utóbb lehet, először picit drágább lesz, még nem lehet tudni. Ami még fontos, hogy AM4-es labba jönnek, a most meglévő lapok mindenféleképpen kell egy BIOS frissítés, erre nagyon érdemes lesz odafigyelni, hiszen ha megrendeljük az alkatrészeket egy generációs AM4-es alaplappal, akkor lehet, hogy hoppon fogunk maradni, hogyha szeretnénk összeépíteni a gépet, mert BIOS csak úgy tudunk frissíteni, hogyha már működik benne a processzor, tehát bekapcsoljuk a számítógépet, működik, és akkor tudunk BIOS-t frissíteni, viszont hogyha nem lesz jó ennek hiányában még az alaplap, akkor nem tudjuk megoldani, úgyhogy erre nagyon érdemes lesz odafigyelni. Amit én tanácsolni tudok, ha már van egy működő Ryzen gépünk, és processzort akarunk cserélni benne egy új generációs, akkor meg tudjuk oldani a BIOS frissítést még előtte. Azonban, ha nulláról szeretnénk egy Ryzen konfigot, akkor én azt tanácsolom, hogy mindenféleképpen várjuk meg a jelen generációs alaplapokat majd, amik a második gen Ryzen processzorokhoz jönnek. Nem lesz bonyodalom, és mindenféleképpen egy új generációs lap lesz, minek szemezgessünk a régi kínálatból, hogy azt megvegyük, BIOS-t frissítünk. Nyilvánvalóan árcédula függvénye is a dolog, de én azt tanácsolnám, hogy ha már kint lesznek a lapok, kint lesz az új AMD processzor család, a második generáció, akkor gondolkodjunk benne. Egyébként mind a mai napig elég jól szerepel az első generációs Ryzen is, tehát nagyon jó árérték arányban van, és még nem tudjuk, hogy majd a második generáció vajon hogy veszi fel ehhez képest az árérték versenyt a magyar boltokban. Ami viszont nagyon fontos szempont még, és a második generáció mellett szól, hogy inkább még várjunk, még beüzemelik őket lapostul, processzorostul a boltokba, hogy kapnak integrált VGA-t, tehát lesz videókártya a processzorba beépítve, ugye AMD apu, és mérések szerint tud annyit így, mint egy GT 1030-as kártya, tehát a cikkben az van leírva, hogy mint egy Intel Core i5 8400, egy GT 1030-al, nyilvánvalóan a Ryzen 5 2400 fog tudni annyit, mint ez az Intel processzor egy GT 1030-al. A GT 1030-ról meg tudjuk, hogy alulról súrolja a 750 Ti-t. Ez már az a teljesítmény, amit azért videókártyának is lehet nevezni, nem úgy, mint a GT 730, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk, nagyon várjuk, hogy milyen árérték arányban lesznek majd a boltokba. Fontos odafigyelni az alaplap kérdésre, mint elmondtam. Jönni is fognak belőle a konfig javaslatok általam, tehát mindenféleképpen jönnek az új Ryzen Gamer PC-k is előbb-utóbb. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!